Az ötlet abból adódott, hogy Olás Sanyi kollégám egyszer annyira bemérgesedett, hogy el akarta hajítani a mobiltelefonját, én meg most utat engedtem ennek a történetnek, de hogy ne csak ő szórakozzon jól, innentől kezdve mindenki jól érezheti magát, és jelen pillanatban egyébként a hátam mögött a regisztráció zajlik, jönnek szép számmal az emberek, gyakorlatilag Sopronból, Kecskemétről, Fülöpjakabról, meg hát itt a környékbeli területekről, talán a legtávolabbi dobónk az Bécsből érkezik egyébként. Mik a szabályok, hogy egyáltalán milyen készülékeket lehet dobálni? Bármi, ami a mobiltelefon kategóriába beleillik, azt el lehet hajítani, csak a gyári tartozékok játszanak, tehát aksi, antenna lehet a készüléken, viszont vasdarabot, olmot, ilyeneket nem lehet ráerősíteni. A szigetelő szalag használata megengedett, tehát össze lehet szigetelőzni a készüléket, főként ez a széthajtatós készülékekre vonatkozik. Van-e tuti tip, vagy vannak-e olyan taktikák, amik már beváltak, hiszen ezekből, ha jól tudom, már mint a mobilhajításból van világverseny is? Így van, a legtöbb világversenyt egyébként meglepődtök, de Finnországba tartják, ott hát nyilván a nagy mobilgyártó ott őshonos, és igazából a tuti tip az a 40 fokban elhajított diszkoszvetés, tehát az a tuti és lapos telefonna. Már nem a hőmérsékletileg 40 fok, hanem dőlésszögbe. Dőlésszögbe, és lehetőleg a mobilnek legyen az a dőlésszöge, és ne az embernek. Mi a helyzet akkor, hogyha mondjuk valami sérülés történik, bár nem tudom, hogy mennyi az esélye ennek egy mobilhajító verseny? Első segélyládánk is van kint természetesen, úgyhogy a legrosszabb esetben a hölgyek kezei közé kerül az a jelölt, aki így jár. Ti beneveztetek már a mobilhajítóra? Igen, beneveztünk már. Milyen készülékkel jöttetek? Meg tudjátok nekünk mutatni? Ilyen kis kinyithatóssal. Ilyen Motorola, régi. Ja, de látom, nagyon praktikusan leragasztottad, ugye? Mennyit gyakoroltál vele? Egy párat dobtam csak. És mi volt a maximum, amit dobtál? Hát egy olyan 70 méter körül. Kemilyen telefonom van, egy olyan Sony Ericsson. Olyan 90-100 méter dobtam így előzőleg, szóval nem tudom. Remélem, hogy nyerek egy új telefon. Milyen készüléket hoztál magaddal? Hát én nem hoztam, de majd kérek, és kapok majd. Mikor tudta meg, hogy lesz ez a rendezvény? Igen, valóban 2 héttel ezelőtt, amikor először tudomást szereztem, egy kicsit meglepődtem, természetesen azonnal igent mondtam a felkérésre. Szívem szerint én is jelképesen dobnék egyet, de lehet, ha kapok kölcsön, akkor egy 40-50 méteres távolságot is annyira el fogom én is ejteni a telefont. Azt kell, hogy mondjuk, hogy a Sirius Rádió is igen rendesen kivette a részét a szervezésből, Olás Sándor programigazgató úr állít előttem, aki hát mint egy nagyra nőtt gyerek úgy élvezi ezt az első pár pillanatot itt a mobilhajítón. Mennyi szervezési, illetve milyen munkálatok voltak, amiket meg lehet említeni, vagy amit elmersz árulni? Amit elmerek árulni, az, hogy a héten túl sokat aludtam. Akarom mondani iróniát, nem tudom, érezte valaki, semmit nem aludtunk a héten. Rápörögtünk rendesen, azért mindent megszereztünk, ami meg kellett hozzá. Utolsó pillanatban is voltak olyan dolgok, amik ugye nem jöttek össze, de ezt is megoldottuk. Mik voltak a legnagyobb technikai problémák? A legnagyobb technikai problémákat igazándiból a fedett sátrak okozták nekünk, de hála a Móra Ferenc Művelődési Központnak ezt is sikerült megoldani, úgyhogy köszönjük szépen nekik a segítséget. Volt valami olyan engedély, vagy valami olyan dolog, ami hivatalosan is azért azt jelentette, hogy utána kellett járni a dolognak, vagy csak kijöttetek a Honvéd pályára is kész? Nem, ez nem így van. Természetesen ez a regész rendezvény, egy nyilvános rendezvény, bárki bejött, amit látjátok, semmi belépőt nem szerünk. A lényeg az, hogy be kellett jelentenünk ezt több szervezetnél is, szervnél is, hogy itt vagyunk kint és hogy itt leszünk kint. Természetesen a rendőrség is majd kijön hozzánk, ki megnézi, hogy hogy vagyunk, mint vagyunk, és akkor tulajdonképpen teljes biztonságban itt lehetünk. Teljesen be vagyunk jelentve, hivatalos minden, úgyhogy bárki jöhetett.